17. alkalommal rendezték meg azt az adventi jótékonysági estet a Szent István Művelődési Házban, amely évről évre határon túli magyar intézmények támogatását szolgálja, s amely ebben az esztendőben is a katolikus Munkácsi Szent Erzsébet Karitász és a Kárpátaljai Református Egyházkerület Mandulafa idősek otthona javára valósult meg. Az a több mint 100 jó szándékú vendég, akik elfogadták a meghívást, s eleget tettek az adománygyűjtő szándéknak, bizonyította, hogy mindig megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ezt közvetítették, üzenték határon túli magyar testvéreinknek is. A jótékonysági est zárásaként bejelentették, hogy az idei gála is sikerrel zárult, összesen 1.452.000 forintnyi támogatást gyűlt össze a kedvezményezett intézmények javára. Az advent egyet jelent a jótékonysággal. Nem csak a magunk adventjére gondolunk, nem csak a magunk karácsonyát készítjük, hanem éppen a hitünkből kiindulva érezzük azt, hogy a szeretet arra sürget bennünket, hogy legyünk jótékonyak, érezzünk együtt másokkal, segítsük azokat, akik nálunk nehezebb helyzetben vannak, és akiknek számít a mi együttérzésünk, szeretetünk, és az a támogatás is, amit tudunk adni. A Vigyázó Kéz és a Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület 24. alkalommal szervezte meg Székesfehérváron a Télapóváró rendezvényét, ahová a lakás- és gyermekotthonokban, nevelő és örökbefogadó családoknál nevelkedő gyermekeket és a volt állami gondozott fiatalokat várták. A program során az állami gondozott gyermekek fellépésén túl Andi Bohoz gyermekműsora, majd Edu Show, Zsiga Edvárd bűvész varázslata szórakoztatta a közönséget, majd az önkéntesek segítségével elkezdődött az ajándékosztás. A Télapóváron 120 állami gondoskodásban nevelkedő kicsit és nagyot láttak vendégül, akik Fehérváron kívül 44 településről érkeztek szombaton a megyeszékhelyre. A program egyben testvértalálkozó is volt, amely során több mint 15 testvércsokor találkozhatott advent első hétvégéjén. 1999. december 2-án volt az első, az még az Arév sportcsarnokban volt, és 3 civil szervezettel együtt szerveztük, mert akkor mi még nagyon kezdők voltunk ebbe, és azóta egy év kihagyással, amikor a Covid időszak volt, úgyhogy most a 24. télapóvárunk van, és olyan gyerekeket hívunk, akik nem a saját családjukban élnek, tehát gyermekotthonban, lakásotthonban, most már egyre több gyermeknevelőszülőkhöz kerül. A Városháza idén is központi szereplője a várakozás időszakának, hiszen, ahogyan már évek óta megszokhattuk, december 1-e és 23-a között minden nap kinyílik egy-egy ablak a fehérváriak adventi naptárában. Vers, mese, karácsonyi dallamok naponta más-más ajándékkal lepik meg az arra járókat este 17:30. Elrajtolhattak a jégszerelmesei, mintegy 800 négyzetméteres új pálya várja a Kori Ligetbe látogatókat idén, ahol ezúttal is van korcsolya kölcsönzés a szolgáltatások között, de működik az értékmegőrző, van büfé is és hangulatos kiülő a pavilon alatt. A jó zenékről pedig a Vörös Marti Rádió gondoskodik. A hangulatot már a nyitás napján megalapozták az ideérkező családok, kíváncsi látogatók. Minden nap este 8 óráig korizhatunk ebben a megújult környezetben, melynek előkészítése és a kivitelezése közel egy hónapja kezdődött. Az idei első korcsolyázókat a város polgármestere is köszöntötte. Cserpalkovics András szerint Magyarország egyik leghangulatosabb kori ligete a fehérvári jégpálya. Ez mindig egy izgalmas időszak, és ennek most abszolút meghatározó szép színfoltja a Kori Liget itt az Icsi-ligetben. Eddig is az volt, de most azt hiszem, hogy abban a helyzetben, állapotban, minőségben, ami hogy ki tudott alakulni, hogy jóval nagyobb lett, egy kicsit átalakult, a szolgáltatások bővültek, a városgondnokság és a partnerek segítségének, együttműködésének köszönhetően, szerintem az ország egyik leghangulatosabb Kori Ligete. Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Ház adott otthont a Betlehemi Szép Csillag pályázat megnyitó ünnepségének és a kézműves alkotók kiállításának. A kiállítást Ugrics Tamás,
püspöki irodaigazgató nyitotta meg. Szenci Jánosné a pályázat életre hívója, a Fehérvári Kézműves Egyesület elnöke kiemelte, fontos ez az ünnep, amely megerősítést ad a teljes esztendő közös munkájának, mert a tárlat olyan szívből jövő alkotásokat ajánlott a figyelmünkbe, amely jövőképet mutat, s melynek mentén bizonyosan emberhez méltó módon ünnepelhetünk ebben a felgyorsult világban is. Most tényleg nagyszabású a kiállítás, mert máskor 50-60-70 betlehem szokott érkezni pályázaton, most viszont 180 érkezett, és mi is megdöbbentünk a mennyiségen. Ebből 168 alkotást ki is állítottunk itt a művelődési házban. A várhatóan hideg időjárás miatt a Fogyatékosság világnapjára szervezett Ölelés az elfogadásért rendezvény elmarad vasárnap. A szervező Kovács Szilvia arról tájékoztatott, a fogyatékossággal élőket támogató szervezetek kérték a program elhalasztását, s a tervek szerint szép időben pótolják a figyelemfelhívó programot.